Én csinálom a mozgást ebben a más előadásban, és az volt a célom, hogy minél közelebb hozzam a gyerekekhez, ezért kutakodtam egy kicsit, hogy ők most mivel foglalkoznak, nekik most mi a trendi, mi a divatos, és ekkor találtam le ugye a TikTokra, mert ugye én ezt nem ismertem, és akkor ugye megláttam ezeket a videókat, ezeket a táncokat, ezeket a kihívásokat, és akkor gondoltam, hogy jó lenne ebből egy picit meríteni. És majdnem minden táncba raktam bele olyan betétet, ami már vagy meglévő, vagy pedig most alakítottuk ki. Tehát marketing szempontból is nagyon izgalmas lesz, hogyha például mi csinálunk egy kihívást ezekre a dalokra, amiket Varga Huszti Máté megírt, és majd ők el tudják táncolni azokat a mozgás formákat, amiket én kitaláltam.